Start! Ebben a pillanatban elindult a Szivácsi Handicap mezőnye. Galopozó lovat nem látok, viszont nagyon jól kezdett új hajtójával Unipress. Unipress próbál érreállni, mögötte pedig ott versenyez Tiny Angel, aki szintén jól kapta el a startot. Kiszorul harmadik spúrba tartalosz, hiszen egyel bejebb ott láthatjuk Vanderlét versenyezni. Vanderle hóna alatt pedig mondjuk így a harmadik, ötödik helyre föl tud menni, ennek következtében Sziporka, hát több ló is a harmadik pozícióba kell, hogy kis például közöttük ott van Poéta is, aki jobb sanszal rendelkezik Orient Boy társaságában. Üget és Vanderle pedig elugrotta magát e pillanatban itt a tribün egyenesben. Nagy Ferenc 2 ki is hajt vele. E pillanatban tehát Unipress az, aki diktálhatja a tempót. Unipress mögött ott van Tiny Angel, illetve megérkezik Tartalos, aki most már egyel bejebb tudott menni. Tartalos hátán ott láthatjuk Orient Boyt, majd pedig Sziporka következik Tiny Angel hátán. Nincs változás az élen út továbbra is Unipress új hajtójával, Csordás Semmillel nagyon jól mozog és tudja tartani vezető pozícióját, közvetlenül mögötte ott van remek helyzetben Tiny Angel, Tartalos az, aki folyamatosan támad és zárkózik, Orient Boy van még nagyon közel Kolozs és Sándorral, illetve némi meglepetésre Sziporka is egészen jól mozog ebben a versenyben, Knockdown is egyébként abszolút lőtávolon belül, csak úgy, mint hatossal Poéta. Nagyon szépen együtt üget, tehát az egész társaság. Topápe, aki egyébként megkezdi hosszú hajráját, mert úgy látom, hogy nincs is rajta a fülmaszk, és folyamatosan zárkózik Fejsz és Kittivel az utolsó pozícióban, egyébként Apple Knight az, aki zárja a sort, amikor szépen lassan a túlsó oldal közepén most már a társaság. Talán most már Tartalos némiképp előrébb látszik, mellette folyamatosan ott van azért Unipress, hátulról pedig Orient Boy, akinek nagyon komolynak tűnik a momentum, a top-up is azért még közel van, és úgy látom, hogy Tiny Angel is azért még próbálkozik a zárkózással, amikor jönnek a lovak a finishre. Unipress, illetőleg Tartalos ügetnek elől, aztán ott harmadik pozícióban hajtója fölhívására próbál rohamozni Orient Boy is, még mindenki hóna alatt, még Tiny Angel is jól tartja magát, esetleg Poéta is küzdelembe érhet még, Apple Knight-ot kívülről egészen a negyedik pozícióba próbál megjönni, akkor ráfordultak a befutó egyenesre, és az élen van Unipress, Unipress-t támadja Orient Boy, Orient Boy egyre inkább közelít a vezető Unipress, ez harmadik pozícióban Tiny Angel látszik, miközben megjelenik Poéta is, és hatalmas rohammal ott van Oli San is lépésről lépésre közelít, Oli San nagyon frissnek tűnik, Oli San az, aki kívül rohamoz, és Oli San végül meg fogja nyerni a versenyt, mögötte Unipress ért oda, majd pedig a harmadik hely Tiny Angelnek jutott.